Na, hello! Szervusztok, szervusztok, srácok! Újabb RP-be ficcelünk, teljesen terv nélkül. Megpróbálunk kicsit pénzt csinálni, kicsit pénzt csinálni, mert illene, ha lenne. Ezt nem is láttátok. Hoppácska! De aki nézi az Ellen streameket, az láthatta. Nikola új autója. Hoppá, hoppá. Hoppá, hoppá. Ugye? Szóval, ja, Nikola új autója. Őszintén nem igazán tudom, hogy mit lehet csinálni. Mit lehetne jelenleg csinálni. Valószínűleg kigurgulászok szépen ide a 7-Eleven-höz. Megnézem, hogy van-e valami meló itt a testemnek. Az mindig jó, ha van. Valószínűleg nincs. Nincs. Mennyire töltötte fel a voltot Mr. Ellen Jackson. Van itt minden, mint a búcsúba. Ó, de néz. Ó, ugyan már. Tele ásványvíz. Nagyon jó. Nagyon kétsi. Nagyon jó. Átgurulunk a Pablohoz. Megnézzük, hogy ő itt van-e. Mindig olyan előszeretettel kérdezi, hogy mikor jövünk hozzá. Ő sincs itt. Úgy tűnik. Ezt viszont megnézzük, hogy körül nekem izé. Hát veszünk egy cigit. Jó, nem itt kell cigit venni. Sorry, bocs. Itt sincs elérhető munka. Figyelj, már vezér ostya. Mi a különbség van a cigik között? Tehát, hogy nem tudom, én azért szívesebben vennék meg egy 35 dolláros, mint egy 40 dollárost. Jointok, szivarok. Nikola leszokott a szivarról egyébként. Ezünk egy double drive-ot, na. Mert kurva drága a szivar, és nem ég tovább, mint a sima cigi. Úgyhogy nem kell szerintem, ezt kibontjuk. Így, né, nagyon jó. Érdekes kérdés, hogy vajon, ha eldobom a cigis dobozt, akkor így a zsebembe tartom a szálonként a cigit, de hát ki vagyok én? Na, meghatározzam. Ki se fogok itt férni, bazd meg. Így, né. Azon gondolkodám. Hú, bazd meg, mennyi rendőr van. Mennyi taxi van, te jó világ. Hát, hogy csinálják én így pénzt, he? Van-e nálam bármi? Nem, nincs. Igazából illegális akartam volt mondani. Mindjárt benézünk a Lambóba is. Igen, az első számú probléma a Lambóval. Ő kurva laposan ül. Jó világ milyen laposan ül. Okádék. Ja, elő van neki ez izéje. Ezt mindig elfelejtem mindig. Nem tudom, hogy milyen módon kéne éppen pénzt csinálni. Azt mondom, hogy a Jeep tele van izéval, infralámpával, meg ilyen varázslásokkal, de azzal így nem járkálnék most, hogy V4 van. És hát azzal lehetne most seftelgetni, de nem fogok erőködni nagyon. Lehet, hogy elmegyek a munkaügyibe, megnézünk valami kis melót. Hát ha tudunk valamit okoskodni. De fődurrantjuk, ez az. Hát igen, ez a megakadás mindenütt, ez nem kellemes. Nem fogyatékosan fut így, bazd meg a Nikola. Így hagyjuk szépen, Franklinesen illik hozzá. Figyelj már a bátyja, Mr. Góliát. Taxi, fahágó, hídkarbantartó, ételfutár, útfenntartó, építőmunkás. Ajaj, holandos ételfutár, meló. Az olyan meh. Mennyire vagyunk rászorulva a munkára? Vagyunk ennyire rászorulva? A vágó. Menjünk el ételfutárnak, na, nézzük meg. Az még nem voltam. És hát de voltam, de nem tudom, hogy azóta történt rajta bármi változás. Megnézzük, tehát most mi van abba? Bolondos ételfutármeló. Megérkezik a Lamborghinivel ételfutármelósnak. Nagyot megyek, nem? Nem is néztem az izét, kincsem, ezt még megnézzük. Hát ha tudom, hol van. Postmobiles. Hát bazd meg, ez valami építkezés lesz, úgyhogy valószínűleg a városban van. De így nagyjából ennyiben ki is merül az, hogy mennyi ötletem lehet. Hát ötletem sincs. Na, hol is van? Itt is van. Meg is érkezünk szépen. Na, nézzük, hogy áll Nikolának a munkaruha. Ha át tudok öltözni, feltéve is, ha. Itt kéne átöltözni valahol? Látnom kéne technikailag amúgy. Látom. Átöltözünk. Így is van. Úristen. Jó, azért kérem vissza a szakállamat, nem azért mondom. Jaj, de nagyot mész. Jaj, nem emlékszem. Q-val? Nem Q-val. Mi a faszommal kell? G? Nem G. Del? Így is van. Q rendelés keresés. Szépen itt legurgulászunk. De főbasszuk. És várunk. Megjön az első rendelés. Órák kérdése, nyugi. Az igen. 4 mérföld. Bro. Mit lép a kismárt? Hülye vagy? Oda néz, hát fekszik az úton. Jézusom, hát 160. Miről beszélgetünk? Meg kell kötni magunkat, mert ezek a vaddisznó fajzatok itt nekem jönnek, ez végem is lesz. Most az őszinte kérdésem van, hogy vajon itt engem megbasznak-e? És vajon melyik? Ha, akkor itt el tudom kerülni vajon őket? Na? Sweet baby Jesus, bro! Hát normálatos vagy te? Aha, gondolom akkor nincsen para, hogyha itt kikerülöm őket. Amúgy ez a bank, ez jól rabolható lehet. Kim van open-be. A Jeep-en nem nagyon lehet normálisan menekülni. Hát ott azért kéne ügyeskedni valamit. De a Ferrari-val, meg a Porsche-val, a Lambo-val, ezekkel le lehetne lépni viszonylag hamar szerintem. Hát azzal nem lenne para talán. A Jeep az nem erre való, viszont. Hoppá, mi van buzi virág? Beszoptad, szevasz! Ez van!
Sheriff, akik egy ladát üldöznek? Bro... Hova jut az a város? Adjam meg az 500, ha? Nem az... Mi a fasz? Bro, mi a fasz? Getsy. Take your own method, looking for the one who's trying to be perfect, yeah. You will try to match it, don't be sad if you don't make it up. You hope for one last living life. That's cool, yo. Nem áll, bazd meg. Geci. Cső, hallod? Hello, tessék. Jaj, na, összekevertelek valakivel, bocsi. Nincs baj. Na. Ez komoly. Hát, srácok, meg jó volt a lambó, mindegy, hagyjuk, visszafogott rész, csináltunk egy kis pészt, na mindegy, legyetek jók és szobatiszták, sziasztok! Stój! Vágóhajas jelentkezik, igen, tudom, ez egy eléggé szétvágott részlet, megnéztem, hogy mi tud kisikerülni ebből, hogyha ilyen ügyességeket csinálok. Szeretném a visszajelzéseket kérni kommentben, és tudom, hogy rövid lett a rész, ezzel is tisztában vagyok. A legközelebbi már nem lesz ennyire rövid, ez főleg az új vágási stílusnak köszönhető, úgyhogy most legyetek jók és szobatiszták, és sziasztok!